Sziasztok! Hamarosan ismét legendásak lesznek az állatok, úgyhogy én ennek apropóján Potter világába csöppenek belefelé új fent, és folytatom a bakilesést. Az Azkabáni fogoly van terítéken, nézzük is Potterék apró, de szórakoztató hibáit. Harry egyfajta muglinak álcázott csicskaként tengeti a szünidejét otthon, mikor is más nénék látogatnak el hozzájuk. Megy is a habzsidős, dínom, dánom, eszem, iszom, de főként az iszom, vagy nem iszom. Itt üres a pohár, ám amikor összetöri erős markával a másikat, a brandis pohárnak bizony betelt a pohár, szó szerint, van ott benne lőre. Vernon bát megtépi a kutyuli, ebben még semmi fura nincs, sokan tépnék őt. Látjuk, hogy a kutya fut Vernon felé és ráharap a bal lábára, cibálja és cibálja, ám kivágás totára és már jobbnak látja a jobb lábát. Olyan gyors a dolg, egyik lába itt, a másikba meg ott. Ugyanebben a snitben Dudley meglátja a felfuvalkodott hólyagot, pillázik is nagyokat, hátra is hökköl, leveszi a kezét az asztalról, majd vágás, ismét ott a keze, megint hátra hökköl, majd vágás és semmi, ott ül az asztalnál mozdulatlan. Csomót mozgott szegény, mégis dundó, update 1-es szint upgrade. Majd kimennek az udvarra levegőzni, és ha már ott vannak, megnézik a Red Bull Air Marge-ot. Vernonék mugli háza mágiázik egy keveset, itt ha megfigyeljük az ajtót, a virágokat, meg úgy mindent, de főleg az ajtót nézzétek, látjuk, hogy két vágással később ez a kinti terasz rész bizony nagyon megváltozik, legszembetűnőbb tényleg itt az ajtó fája. Látszik, hogy vékony volt régebben, most pedig megvastagodott. Na ez az ajtós is Norbert Norvin nevelkedett. Potter szemezget a farkassal, bejön neki, kényelembe is helyezi magát, hát ha jó estéjük lesz, gondolja, de nem, mert jön a Grimbus, a kóbor, és jó szétvakítja Potter pilláit. Ami csak azért fura, mert a következő vágásnál látjuk, hogy még épp hogy csak befordul a busz, sokkal később érnek oda simogató reflektorfényei Potter arcához. Lehet, hogy Harry csak a farkas iránti tűz vakította el. Majd a lámpaoszlop és Harry kapcsolata romlik el, és távolodnak el egy kissé egymástól. Láthatjuk közeliben, hogy az oszlop ott van, tök közel Potter buksijához, ám a totálba gondolta az oszlop, szevasz, oszlop egy kis távolságot. Gondolja Harry ennyi csalódás után, se farkas, se oszlop, világgá is megy, felé száll a buszra. Itt a függönyön függ egy kis hiba, baki függőség ez. Itt az ablak bal felére van húzva a busz függönye, aztán felhúzza magát, Harry is felhúzza magát a buszra, vagy tudja fene a lényeg, ahogy Harry felszáll, a függöny az ellenkező irányba van már. Majd a Caller adja a jegyet, nagyon hegyként két ujja közé csiptetve nyújtja a fesznét Harry irányába, ám a vágásnál kicsit pipiskedve csipteti csontos ujjai közé azt. Mondhatnám, hogy ez egy új papír, de pedig a régi. Új. Aztán még mindig a Callerrel vannak gondok, ez most nem egy új baki, vagyis hogy egy új, a fejével vannak gondok, illetve a sapival, ezt is hegyként hordja, akárcsak a jegyet adta. Látjuk, hogy kissé ácsferisen félrebiccentve fedi kobakját a sapka, így arra fordulva. Ám egy közelinél a satyi már előre néz, ahogy azt a szolgálati rend megköveteli, de egy mondat és a satyó újra suttyó, félrelépett, vagy csúszott. Potter kis házi kedvence harapdál jobbra-balra, ilyen könyveket kellene olvasni, leáldozna az e-book, nagyon menő. És nem csak megy, harap is, közben kicsi fetniket köpköd szanaszét. Nézzük meg a cetliket, mielőtt Harry a cipőjével horgászna, ugyanis meg fog változni teljesen egy vágással később, hogy Harry leereszti a surranót, már másképp állnak a fetnik. Micsoda horgász anomália, csukával halászni. Aztán Ronék a Gryffindor házba hú de meghitten játszadoznak, Harry begőzöl egy kicsit, a füléből ömlik is a füst, de nem a füle müle, hanem a keze. Potter bekapja a... hát az izét, a cukrot vagy mit, látjuk, hogy bal kezével teszi, a jobbat fel se emeli, ugye? Mégis vágás, és már a jobb kezével kalimpálott össze-vissza. Jön a jóslástan, azon mondjuk sokat gondolkoztam, hogy ez az óra tanárilag tök felesleges, elég lenne a jövőben nézni, úgyis látják, hogy ki hogy tanul, meg az osztályzás is könnyű. A lényeg, Csészike élettelen testébe lesik a filtert, Nevillék asztalánál van a tanár, meg is fogja kis csészéjüket, majd a csészeajra teszi. Ez azért fontos, mert utána elmegy, mármint, na megy el, mármint elmegy, na, ért, na mindegy. Látjuk, a csésze már nem a csészeajon van, a repülő csészeaj. Aztán Hagriddal van órájuk a lurkóknak, Csikó csőrrel nyomul a banda, a szárnyas ló, aki mégsem unikorn is, meg is hökkenti a nebulókat annyira, hogy Ron hónalja alól sublimálgat a tankönyv ide-oda. Mikor megijednek a lénytől, Ron hátra, semmi nincs nála, ám nem irigy ez a hónaj mirigy, mert a totára vágva megosztja a helyet a könyvvel itni. Majd Harry taszigatja, könyv sehol, de a totálnál megint ott van. Aztán a nyakkendő fedi fel kendőzetlenül a valóságot, ami nem tudom, hogy mi. A lényeg, a hosszal vannak gondok, nem a méret a lényeg elvileg, de Potter kendőjét, ha megfigyeljük, látjuk, úgy van bekötve, mint Roger gyerek a hintába, szóval itt a háta, alja vagy mi, nagyon kilóg. Ám amikor elszáll, mármint csikócsőre, úgy látszik, a repkedés közben volt ideje átkötni ezt az egészet, teljesen mások az arányok.
Lupin proforájára is benézünk egy kicsit, jön a mumus meg minden, Ron görkorítad a pók lábára, láthatjuk mögötte a nebulók sorát, Ron, majd egy fiú, aki Seamus, majd lány és Potter, na most Ron Ronból, mármint Pókimics Ronból az biztos, mondja Lupin jöhet a következő, megy is Ron pacsizi körömébe, látszik, hogy a srác, aki egyébként Seamus, talán el is indul, de vágás és már a csajszi van a soron. Valahogy a fiúkat kihagyták, női egyenvarázság, vagy nem tudom mi ez, me too. Potter is mumusozik, láthatjuk, hogy a villám az arcának bal felén van. Aztán ugye sanszosan átvillan a fején valami, mert ugye bár a sebb jobb oldalon kellene, hogy legyen. És bizony látjuk a filmbe, hogy helyén is van általában, csak itt nem. Mondjuk nekem is mindegy lenne, hogy hol, csak legyen egy villám. Hermione jön vissza a jövőből, vagy az időből, Piton órájára. Láthatjuk a nyakába fityegő időnyerőt, Stréber kedve jelentkezik ott a nyakék, majd mikor okoskodva magyaráz, már elnyelte az időnyerőt valami. Ám idő kérdése és visszanyerődik az a nyerő, mielőtt még egyet nyelő. Következő baki a legcitrusosabb lócitromhoz köthető, a lókak a pozíciója a fontos, az ajtótól ló távol, vagyis jó távol van, átlépik, belelépnek meg minden, de aztán lóvá tesz minket ez a fekete fekália, amikor Potter láthatatlanul kiviharzik. Láthatjuk, hogy az ajtóhoz nagyon közel kerül a kupac, valaki oda lóválta. Lóval is megártasok. Hagrid kacsázik a tóba, lábát lógatva, lógatva, megint a lovak. Potterik a háttérben sziesztáznak és nézik, miért nem tud nagyobbat dobni a Benga félóriás. Harry a kövön ülve szurkol, ne picsogj, ha is látja, hogy ez nem megy. Feláll, hogy úgy szurkoljon, itt fel is áll a Potter. Próbálja lopakodva becserkészni Hagridot, de vágás és valahogy visszajut a sziklára. Kőkövön nem marad, de Harry az bezeg ott marad, a kövön. Aztán a tekergő térképpel tekereg, nincs vaze, akkor baze, ez is jó. Jön Piton, ő a Google Maps-ra esküszik, ezért Harry a zsebébe rejti a térképet, de elég bénán. Látszik a pólója alatt, hogy ott van az a mappa, egy vágással később meg már az látszik, hogy tök más pózban van ott az a mappa. Az a térkép még itt is csak tekereg. De ugye ennél a jelenetnél Potter pólójának madzagja is tekergő lesz. Láthatjuk, hogy a madzagok lógnak egyenesen lefelé, aztán Piton dumál és hopp a madzagok összefonódnak, mint ganajtúró bogarak párzás éjjelén. Aztán dumcsi tovább, madzag újra egyenesbe jött. Majd ezt a kis aktus Lupinnál is átéli a póló, báránybőrbe bújt vérfarkas, madzag lamúr itt is van ezerrer, Harry jön, madzagok egyenesen állnak már, majd közelibe gabajodás, pusz-pusz-pusz, aztán totál és már lógnak. Mikor Hermionéjék bemennek Hagridhoz, a hóhér pillanatok előtt, ott biz ugyebár széttörik egy váza, egy darab kő által. Ezzel a töréssel több hiba is együtt jár, sok minden megtörik itt. Látszik, hogy úgy törik ketté a váza, hogy konkrétan ketté törik, a homok kifolyik, az asztalon nincs más, csak homok, semmi gyémánt, vagyis csak homok. Ám a közelnél látjuk, hogy valahol a kis köcsög, mármint a váza teteje is ott van, ütni, a köcsögit, vagyis a vázáját. Aztán ugyanennél a törésnél, és emiatt kerülhetett oda a teteje is, ugye mikor itt látjuk ezt a jelenetet, akkor így törik el a virágtartó, ahogy láttuk itt is. Majd Hermione visszareppen az időben, és ugyebár behelyettesíti saját magát az eseményekbe, újra látjuk ezt a jelenetet, a vázatörés megint megtörik, de akkor már teljesen máshogy törik el. Lehet, hogy megbomlott a téridő kontinuumum. Aztán jön egy tökös baki, tök jó lesz ígérem. Csikó csőr ott tököl a tökök között, mint egy tökkel ütött. Na jó, abba hagyom, de csak a töketlenkedést. Látjuk, hogy az állat melletti hatalmas tök mellett van egy kisebb tök is. Na már az a kis tök rákerül a nagyra, nem is tök később. Itt látszik, hogy futnak ki Ronék, és hopp, nagy tökön kis tök. De egyébként ez az üst is máshol volt. Üst vágd, kis tök, nagy tök, nem tökölök, öntök, meg ilyenek. Aztán egy kis logikai baki, Pettigrew átváltozik patkányból emberré, bár így humanoid formában is igazi patkány marad, ez most lényegtelen. A fontos az, hogy átváltozik és bizony egy hegyke kis gótikus ruhába pottyal le közénk. Mondhatnánk, hogy ja, az alakváltók már csak ilyenek, a ruha is változik velük, és ez igaz is általában így a Potter világban, csak hogy később látjuk ebben a részben elpatkányosodni Petert megint, és hát a hámudemes húnyája az ott marad, nem alakul át. Lehet, hogy valakire ráruházta. Sirius csókolgatják mindjárt a dementorok, mennyi intimitás egy alkotásban. Fel is kiált örömében, kinyílik a szeme, kipattan, arca eltorzul, ezt itt tökéletesen látjuk, ám rávágnak a totára és ott fekszik elaléltan megint, csukott szemekkel. Ki tudja mire vár, én nem is akarom tudni. Van egy szarvas hiba is, kigyullad a fény, patróneum lámpa, nagyon szép a lángja, csak van vele egy kis furcsaság. Ugye az időutazás miatt kiderül, hogy Harry saját magát szarvazza fel patrónussal. Itt a Hubertus reklámfotó látjuk, hogy ott a fénypatrónus, mögötte takarásban Harry, és egy fa...
ezt a fát nézzük meg, mert innen hiányzik valami, vagy valaki, ugyanis mikor újra játszódik a jelenet, ott egy Hermione. Bizony a lány végig a fa mellett állt, mondhatni földbe gyökerezett a lába. Hermione visszatér az időbe és a sziklát simogatja. Totálban látjuk, hogy leteszi kezét a kőtömbről, teljesen, már nem is ér hozzá, ám vágás közelére és még mindig ott ölelgeti a követ. Lehet, hogy nem minden követ követ, de ekkora hibáért azért ne kövezzük meg. Na, következő. Potter megy még a végén smúzolni Lupinnal, mikor belép az irodába, látjuk, két metál koponya van a prof szekrényének tetején. Itt a távot kell megfigyelnünk, szinte egymás mellett nyugszanak a csontik, örök békességben, már annyira nincs béke, hisz vágásnál szellemlovas és Cthulhu sokkal messzebb kerülnek egymástól. Majd a legvégére még mutatok valamit, ez nem baki, csak vicces érdekesség. A stáblistában a tekergő térképen követhetjük végig a stábtagokat, meg lábnyomokat bejárva a kastélyt, és biz az egyik rejtett sarokban két láb, hát meglehetősen érdekes pozitúrában állnak közel egymáshoz. Nos, ezen érdekes kis bakikat szedtem össze Harryék harmadik kalandjából, nem vészesek, de azért jópofák szerintem. Ha még nem láttad a filmet, varázsold magad a képernyők elé és nyomd be, toljad. Én köszönöm a mágikus figyelmeteket, kívánok most jó filmezést minden muglinak, és annak is, aki nem az. Sziasztok!